Szakács József. Egy név a több mint 200-ból, amelyek az emléktáblákon szerepelnek. Fia gyertyát gyújt emlékének, alig múlt 2 éves a tragédia napján. Mint mondja, amikor apját behívták, féltve családját, önként bement a községházába. Én kérdem, hogy akkor mennyire volt bűnös. Hát, hogyha én kicsit is tudom, hogy valami főben járó bűn, de akár milyen bűnt követtem, akkor nem megyek be. Tehát, és nem csak ő volt ilyen, sok esetben ilyen volt. A bajmoki akácfa már hosszú évtizedek óta őrzi az áldozatok emlékét, nyomában pedig ott sorakoznak a fiatal csemeték, hogy örökké megmaradjon az utókornak, hangzott el az eseményen. Összegyűltünk majd helyen, ahol ez az öreg akác szemtanúja volt annak. Fontos emlékezni azért, hogy soha többé meg ne ismétlődjenek a szörnyűségek, emelte ki Bumfort Ivadar, a Szabadkai Városi Képviselőtestület elnöke. Ez az öreg akácfa tanúja volt, hogy több mint 200 bajmoki és környékbeli magyar embert, bunyevácot, horvátot, szerbet, német embereket elveszejtettek. A kommemorációt már 25 éve szervezi meg a helyi Dózsa György Magyar Művelődési Központ és annak hagyományápoló és kegyeleti bizottsága. Minden évben meg kell erről emlékeznünk, beszélnünk kell az itt történtekről, az 1944-ben történt eseményekről. Nem szabad, hogy hallgassunk ezekről a dolgokról. Most már büszkén és szabadon emlékezhetünk rájuk, akik ártatlanok és hősök, emelte ki a gyászműsorban Gombár Szeréna, szabadkai magyar konzul. A megemlékezésen a hozzátartozók mellett többek között koszorút helyeztek el a helyi közösség, a Szabadkai Önkormányzat, az MNT, magyarországi települések, valamint politikai, civil és művelődési szervezetek képviselői.